Széchenyi Istvánnak 18 gyermeke volt, és csak egyszer nősült meg. Hogyan lehetséges ez? A történetet nem Széchenyivel kell kezdenünk, hanem feleségével és annak előző férjével. Szejlen Kresszansz ugyanis annak idején úgy ment feleségül a nála 20 évvel idősebb Zicsi Károly grófhoz, hogy annak korábbi két házasságából már született nyolc gyermeke, majd a harmadik felesége, tehát Kresszansz is szült neki hetet. Tehát, amikor Széchenyi oltárhoz vezette később szerelmét, hozományként rögtön kapott mellé 15 mostoha gyereket. Néhány éven belül saját házasságából is születtek gyermekei, Béla és Ödön, valamint Júlia, aki kéthetesen elhunyt. 17 gyermeke meg is érte a felnőtt kort, ami igen ritka volt abban az időben, és Széchenyi mindről tisztességgel gondoskodott.